Köszöntöm a nézőket, jó napot, jó estét kívánok, jó szurkolást! Óriási hangulat itt a Debreceni Városi Sportcsarnokban. Érzésem szerint ennyi ember még nem volt kézilabda mérkőzésen, kivéve a 15 évvel ezelőtti szabadtéri Debreceni Dózsa találkozókat. Hát kérem szépen, lehetünk itt vagy 3-3 és fél ezeren, persze ennyit soha nem szabad bevallani, mert akkor a tűzoltók legközelebb nem engedik, hogy így megteljen a Városi Sportcsarnok. DVSC, Terom Jasi, kérem szépen a tét, a kupagyőztesek Európa kupájában a döntőbe jutás, és a legjobb négy között ez az első mérkőzés. Egy hét múlva, 8 nap múlva, 28-án játszák a visszavágót Jasiban. És hogy mi lesz most, mi lesz 8 nap múlva, azt kérem szépen, senki nem tudja megmondani. Tombol a csarnok, álljatok föl, turkol a béközép, és ebben a pillanatban vonulnak a pályára a csapatok. A két szovjet játékvezető irányításával, majd velük megismerkedünk. Az IHF ellenőre ezen a mérkőzésen pedig a svájci Müller-Máter. Hát drága szovjet játékvezetők, nagyon kedves svájci IHF ellenőr, nagyon bízom benne, hogy úgy, ahogy mi itt Debrecenben vagy 200 000-en, a televízió előtt ülő nézők is nekünk a DVSC-nek szurkolnak, nehéz meccs lesz ez. Kérem szépen, ilyen még nem esett a kézilabda Európa kupákban, hogy egy csapat, mármint a DVSC ne tudott volna felkészülni tisztességesen a Terom Jasiból, annál is inkább, mert sötét ló a csapat, a román csapat. Így aztán két nappal ezelőtt, kedden Zilahon játszott bajnoki mérkőzés. A Terom Jasi azt sikerült videóra rögzíteni, és még ezeket mondom, a szurkolói B közép virágcsokorral kedveskedik a román játékosoknak és a DVSC játékosainak is. Tehát ott tartottam a sötét ló, kedden Zilahon játszott a román csapat, erről készült egy videó felvétel. Igaz, hogy ott 3 góllal kikapott a Terom Jasi, de a csarnokban most itt ülő Zilahi edző azt mondta, hogy ilyen gyengén még nem látta a román bajnokság élvonalába tartozó gárdát. Nehéz lesz. Nagyon sok a válogatott játékos, most 3 vannak itt a román válogatottak közül a Terom Jasi csapatából, és most mutatják be a játékosokat. Kettessel játszik majd Tomuleak, 3-assal Aspázia Mokánu, 5-ös Nisipeánu Korina, válogatott játékos, 8-assal Radasánu Kornélia, 10-essel Duka Beatrice, óriási átlövő, állítólag válogatott játékos, 11-es Kelláru Mihaela, 14-essel Kirkan Daniela, 15-össel a csapatkapitány Kozma Valentina, mérget veszek rá, hogy magyar, 16-os Krakana Mihaela, 17-essel Horga, és 18-assal Anton Angelika is válogatott játékos. Igaz, a mai magyar, pontosabban Nemzeti Névsport azt írta, hogy Anton Angelika sérülés miatt nem lép pályára, több mint 100-szoros válogatott, de úgy tűnik, hogy itt van. A román csapat két edzője, Cornel Badulescu és Dan Constantinescu. Cornel Badulescu 42 éves, 13 évig dolgozott a román ifjúsági válogatottnál, és most a Terom Jasi az egyetemi csapatot, Jasi egyetemi város, az egyetemi csapatot edzi, trenírozza, és most a DVSC-t mutatják be. Én azt hiszem, hogy a debreceni televízió nézőknek nem kell sokat mondani róluk. Pusztainé Nagy Zsuzsa, most Sánto Anna, a képen mindjárt megkeresi a kamera, 5-ös Tóth Rózsa, Rádi Milutinné, 6-os a világválogatott Szilágyi Katalin, nagyon sokat várnak ma a szurkolók tőle. 7-es Bojtor Jolán, Büntes Joli a 7 méteresekkel. A Katarból hazatért Megyesiné a csapat irányítója. Kádárné Eperjes Ilona, ahogy a többiek nevezik, a mama. 11-es Jakab Anna Mária, a román, a Sepsiszentgyörgyi, a 10-szeres román ifjúsági válogatott kislány. 12-es a csapatkapitány Tóth Ildikó. 13-as Szúnyog Hajnalka, 15-ös Dörner Tamás, Komáromi Ákos edzi a csapatot természetesen. Most mutatják be Komáromi Ákos. A két játékvezető Szovjetunióból érkezett, Iaszko és Kisziljev.
3-4-3-kor szállt le a két játékvezetővel a repülőgép Ungváron. Kérem, nem tévedés, Ungvára érkeztek, oda ment érte a DVSC autója, és 4-5-kor már itt voltak a városi sportcsarnokban. A svájci IHF ellenőr nézte az óráját, és tanakodtak, mi lesz akkor, ha nem lesz játékvezető. Nos, akkor azt mondta a svájci ellenőr, hogy mindössze egy barátságos mérkőzés játszhatnak. Persze ezt a mostani román-magyar helyzetre utalva nem tudom, hogy mennyire lett volna barátságos. És ha nem jön a játékvezető, akkor holnap lehet a kekkért játszani. Úgy tűnik azonban, hogy minden akadály elhárult. 8 kilométeres sor állt, mondta az egyik szovjet játékvezető Kiszeljev a Munkács utáni magyar határon Záhonynál. Ők megkerülték a sort, és engedélyt kaptak mind a szovjet, mind a magyar vámosoktól a határőrtől arra, hogy nagyon gyorsan átlépjék a szovjet-magyar határt, és most már itt vannak a csarnokban. A Válasz, a két csapatkapitány nálunk, Tóth Ildik a románoknál, a 15-ös Kozma Valentina, vajon kinek kedvez a szerencse? Nos, úgy tűnik, én már mindent elmondtam, amit felvezetőképp el kellett mondani, amit tudni kell a mai mérkőzésről. A románoknak viszonylag könnyebb volt a sorsolásuk a kekben eddig, hiszen török, holland és francia csapatokon jutottak túl, míg azt hiszem nem kell mondani a debreceni televízió nézőknek, hogy a DVSC azért rendesen, keményen kifogta az ellenfeleket. Emlékszik ugye a Radnicki ellen itthon aratott 16 gólos, bravúros, fantasztikus győzelemre, utána 12 góllal verték meg az Iskra Partizánszkét, és így jutottak el a Tarom Jasi csapatáig, akik most kékben játszanak majd, és ők kezdik a játékot. Össze-vissza van egyébként a román lányoknál a számozás, de majd mérkőzés közben, menet közben, játék közben megismerkedünk velük. Nálunk a kezdőcsapat, ahogy elnézem, Kádárnét látok, Dörnernét, Szántó Annát, Rádin Milutinnét, Szilágyi Katalint és Szunyog Hajnalkát, és nem tudom még, hogy a kapuban ki kezd. Igen, Tóth Ildikó kezd a kapuban, ő jön most a háló elő, a debreceni csapatkapitány. A románoknál pedig kettessel Tomu Leakot látom, 15-essel Anton, 11-essel Kelárus, 5-össel látom Nisipeánut, a válogatott játékost, és 17-essel Horgát. Tehát nézzük balról, tehát bal szélen van a kettes Tomu Leák, mellette 10-essel Duka válogatott, 11-essel Keláru, 15-össel Kozma, 17-essel látom Horgát, és 15-össel Anton. A román kapuban pedig Rupa, ha nem csalódom, a 12-es számú játékos Rupa. Még egy utolsó megbeszélés, egy technikai megbeszélés, valamit talált a játékvezető a földön. Pici kis papírdarabok lehetnek ezek, amit a rajongásig imádott végközép beszórt a pályára. Nem tudom, ennyi ember, ismétlem, nem láttam, és elindult. Elindul a mérkőzés, a szovjet játékvezető jelt adott, és a románok, a Tarom Jasi kezdte a játékot. Nézzük csak, Dukánál, ő fog irányítani, kiváló átlövés, a 17-es Horga be középre, ott azonban jól fogják a 15-ös Anton, olyannyira, hogy Anton keményen, szabálytalanul ment bele, Szántó, indítják Szántó, és megvan az első gól. Kedves nézőink, 30 másodperc telt el a játékhoz. Egy szabálytalan román támadásból, gyors indítás, és Szántó Anna megszerzi az első gólt. Bravo, lányok! Csak így 1-0-ra vezetünk. Hát erre nem számítottam, hogy 28 másodperc után mi szerezzük meg a vezetést. Nézzük a románokat. Duka. Duka. Kádárné fogja meg. Kemény meccs lesz ez. Keláru. Zúg a tömeg. Duka. Befordulna, ne engedjétek el, Tóth Ildivét, fantasztikusan, bravo Ildikó, óriási, miért nem válogatott ez a lány, miért nem válogatott Laurencu, egy kicsit oda kell figyelni, Szántó, őt fogják szabálytalanul, 1-0-ra vezetünk, 1-0-ra vezetünk, nagyon jó érzés ezt mondani, Dörnerné, fölment, bedobta, de már fújt a játékvezető, magyar szabad dobás, gyerünk lányok! Kádárnéni, Szilágyi nem tud beindulni. Kádárné, most kapja Sisi. Középre a bejátszás nem jó, szerencsére román kézről ment. Tacsra a labda. Kádárné föltűzte a haját, Ica.
szúnyog Dörnerné. Mit mutat a bíró? Azt, hogy Rádinéval szabálytalankodtak. Szúnyog. Santo. Santo. Aj, de csúnya volt. Így van. Így van. Így van. A 10-es Luca Beatrice. Nagyon durván. Nagyon durván. Akadályozta a DVSC játékos, és 2 perces büntetését tölti a padon. 1-0 még mindig. Santo. Szilágyi. Dörnerné most fog fölmenni. Erika, és megfogja. Megfogja a kapus, a 12-es Rupa. Stella Rupa egy picit, mintha nem játszottuk volna ki ezt az emberelőnyös helyzetet. Na mindegy, hát ezt ki kellene bekkelni, ezt a román támadást. Érzésem szerint le fogják pauzoltatni magukat a kék sárga csíkkal játszott Jasi egyetemista lányok. Santo fogja a román szélsőt. Egy szabálytalanság a 15-ös Kozmával. Kozma. Horga. Geláru Kozma. Kozma. Horga. Egy befordulás, és a 15-ös Kozma óriási, a csapatkapitány óriási gólt lő. Nem fogták meg eléggé a lányok, Kozmát engedték, hogy beforduljon, és ember hátrányból egyenlített a Jasi. Nem baj, lányok, van még idő. Gyerünk, Tóth Ildi most kimegy a cserepadhoz, kérek is ragasztót a kezére. Szilágyit nézzük. Santo. Dörnerné van ott balszélen, Rádinné. Kádárné. Egy bejátszás! Szúnyognak! Kádárné gyönyörűen látta meg, hogy Szúnyog be fog indulni. Beindult a 13-as DVSC játékos, és a labdája meg se állt a hálóig. 2-1. Ismét vezetünk. 2-1 tehát. Közben a román kapus is kijön. Nagyon hamar kapus cserél a román edző Cornél Badulescu és Dan Constantinescu. 2-1-re vezetünk. Leírt a csere kapus. Nézzük egy sárga lap időközben. Kádárnénak. 2-1, és most áll be a 10-es Duka. Letelt a 2 perces büntetése. 25 perc az első fél időből hátra lévő, 2-1 a DVSC javára, és Santo megint elcsíp egy labdát, de visszafújja a játékvezető. Nem hallott a Santo anna a sípszót, annyira tüntet, annyira szurkol a B közép, román szabaddobás, valljuk meg jogosan. Duka. Egy rossz bejátszás a 17-es Horga részéről. De azért, mert Rádinné szabálytalankodott. Horga. Horga. Geláru. Ismét szabad dobás. Geláru. Horga. De középre Kozmának. Dörnerné fogja erősen. 2-1 még mindig. Duka. Tomulea. Dukának vissza. Ez egy jó bejátszás. Ez egy jó bejátszás. Jobb oldalról 7 méteres. Úgy is van. Ez sajnos jogos. Az 5-ös Nishipeanu beindult, elindult, és vele szemben szabálytalankodtak a debreceni gézisek. Nem áll az óra, de igen, megállították, mert Nishipeanu, aki egyéb iránt válogatott játékos, lenn maradt a zöld műanyag padlón, ápolásra szorul. Hát nem tudom. Bízunk benne, hogy nem komoly ez a sérülés. Az is igaz, hogy Nishipeanu földobta magát. 7-es volt persze, na, de nem volt ez ilyen komoly szabálytalanság, hogy dupla szaltót kelljen csinálni Tóth Ildikó kapuja előtt. Elég lett volna egy szimpla Rydberger, és akkor is megadják a 7-est. Na, de hát ez nem műkorcső, ez nem női torna. Ez kézilabda, méghozzá kemény kézilabda, legalábbis ez jellemző a román női kézilabdára. Erre hívta fel az Ilahi edzés Komáromi Ákos figyelmét, hogy nagyon kemények a román lányok, nagyon jól védekeznek, és borzalmas jók az átlövőik. Hát nézzük Duka Tóth Ildi párharcát, meg kéne fogni Ildikó, meg kéne fogni, és egy ejtés, nagyon szép, nagyon ügyes ejtés a 10-es Duka részéről, 2-2, erről Tóth Ildikó nem tehetett, 2-2 tehát az állás, eddig nagyon egálban vannak a románok velünk. Santo,
Szunyog, Kádárné, Szilágyi. Azért rossz az átadás, mert Szilágyit akadályozták. Szilágyi. Szilágyi most megy be, kapufa és 7 méteres. Mégpedig azért 7 méteres, mert szabálytalanul zárt össze a 2-es Tomulert és a 17-es Horga. Szilágyi előtt lemegy a cserekapus, és ismét visszajön a román kapus, ismét visszajön Rupa, a 12-es Rupa, Büntes Joli. Ő fogja elvégezni a büntetőt, Szunyog helyett jött le Bojtor Jolán, be kell dobni Joli, be kell dobni Joli, és megvan, és megosztja Joli, hát ez az, 3-2, ismét mi vezetünk. Na most már elég volt, gyerekek, ebből, hogy mindig egyenlítenek a kékek, most már el kell húzni, én itt könnyen beszélek a Trepniről, a pallóról, a magaslatról, 23-28 még az első fél időből, és most keményen ki kell védekezni Dukát, így is van, Kádárné megfogja, román szabaddobás, 3-2-re vezetünk, Kelláru, Horga, és Kelláru, Duka, Horga, Kelláru, Duka, Duka, be fog menni, ez az, jól összezárni, Misi Peánu, és bedobja. Bedobját. Jó ez a jobb szélső kislány. Na. Szóval most nem mondom el, amit ki akartam mondani, mert akkor megint megbüntet a főnök. Jó a jobb szélső. Válogatott. Egyébként azt mondták, hogy a két szélső a gyenge pontja a román csapatnak. 3-3, nem ezt tapasztaljuk. Na minden, majd csak megfogjuk ezt a Nisi Peánu gyereket. Legalábbis úgy, hogy törnelni. Apró vadar kis gólokkal megzavarja a 12-es Rupát, idegbeteggé teszi, és majd csak nyerünk. 4-3, Dörnerné, gyönyörű volt Erika. Nézzük a román ellentámadást. Horga, Nisi Peánu, Szántó, fogd meg ezt a román jobb szélsőt. Tomulean, Tuka, Kelláru. Egy bejátszás, nem jut el Kozmáig. Kelláru, pontosabban Horga, Nisi Peánu, zicserig játszanak a románok, most dobja rá, és mellé a 17-es Horga mellé, most kellene két góllal elhúzni, Kádárné, Kádárné, gyerünk, gyönyörű volt, Kádárné, Eperjes Ilona, a mama, gyönyörű volt, mama fogd össze a csapatot, nagyon szép volt. 4-3, 5-3, bocsánat, 4-3 volt, és Kádárné gyönyörű góljával 5-3, 21-33, ennyi van még az első fél időből, 5-3, Nisi Peánu, Duka, Kelláru, Duka, Duka, most a 17-es lánynál szabálytalanság, DVSC részéről, Duka, Duka, szerencsére Kelláru nem tudja átvenni a labdát. Tomuleák, megfogja Szilágyi. Duka. Kelláru, egy bejátszás, ne enged befordulni. 7-es. Úgy is van, sajnos, bocsánatot kérek, kedves nézőink, hogy itt kiabálok, hogy ne enged befordulni. Hát jó ez a 15-ös lány, hozva. Na mindegy, 7-es. Duka lövi. És Tóth Ildi mellett 5-4. Szóval itt nem csak Nisi Peánu jó, nem csak Duka jó, jó a Kozma is, a beállósuk 5-4. Nézzük a mieinket, Dörnerné, ő egy kicsit visszafogottabb el eddig, ha bár egy gólt már dobott, 5-4. Mintha puhatolózna a Loki, mintha 6-4, jó van Erika, gyönyörű volt, ez kell, ezt várjuk Csapestől, ezt várjuk Dörner Tamásnétől, gyönyörűen fölment. A kapus szerintem keresztbe nézett, mert Erika jobbra beintett, balra dobta a labdát, vagy balra intett, jobbra dobta a labdát, mehet a szemorvoshoz Rupa. Na mindegy, ott tartottam, hogy tapogatózik a DVSC, és mint a gyengéjét próbálná megkeresni a Jasinak. Tehát így is van jól, 6-4-re vezetünk. Egy bejátszás megint Kozmának, meg kell fogni ezt a beállós kislányt. Persze úgy, hogy ne legyen belőle 7-es. Duka, Kelláru. Kelláru pattogtatja, Nisi Peánu, Kellárunak vissza, megint Kozma, megint befordul, és megint 7-es. A harmadik 7 méteres kapjuk, kedves nézőink,
Kozmáról. A harmadik 7 méteres kapjuk, joggal dühös Komárom Ákos, mert engedik elindulni, engedik befordulni, ezt meg meg kell fogni Tóth Ildinek. Hát nem igaz, hogy mindent bedobnak. Nem, hát persze, hát ezt mellé dobta. Idegesek a románok, itt ezt kell most kihasználni. 6-4, Duka mellé dobta, marad a 6-4. Szántó, Szántó, rossz átadás, de elcsípjük. Szunyog, Szilágyi, gyönyörű volt, Kati, világválogatott méltó. Gyönyörű volt, lement jobbra, bal kézre áttette. Rupa egy kicsit átsorgott, és aztán a hálóból kiemelte. 7-4. Gyeláru, Orga. Let's go, Loki üvölt a B közé. Gyeláru, Gyeláru, még mindig. Fogja a kezét Rádinné. A két szovjet bíró adjám a hetest mindenért. Duka, Kozma megint. Nem Kozma, Gyeláru volt. Horga Nishipeanu, Horgának. Egy rossz bejátszás, Kozmának most már jobban ügyelnek, Dörnerné és Rádinné. Nagyon gyors a 15-ös román válogatott beálló, és nagyon jó. Na hát ez az igazság, ezt el kell ismerni. 7-4-re vezetünk. Horga, de Kozmának. Nehogy kiállítsanak ott Kozmáról valakit. Úgy birkózik a 15-ös román beállós, mint névrokona, a kiváló volt magyar birkozó, 11-ese időközben Gyeláru, és Kozma lövését is megfogja Tóth Ildi. Mit mutat a játékvezető? Azt mutatja, hogy szabad dobás, mert lökték ott Gyeláru. Szóval Kozma olyan erőszakos, mint volt a nehéz súlyú olimpiai és világbajnok, meg Európa bajnok magyar birkozó Kozma pici, csak némi súlykülönbség van a kettőjük között. Román szabad dobás, 7-4. Nishipeanu lefordul, el fog menni. És belemenés, így is van támadókkal, Tóth Ildi. Tóth Ildi, és mit mutat a játékvezető? Azt mutatja, hogy a románok nem engedték eldobni a labdát, azért ment ki az oldalvonalon túlra. És azt mutatja, hogy 2 percre kiáll a 15-ös Kozma, immáron másodjára. Tehát ember előnyben vagyunk, Kozma nem engedte gyorsan indítani a DVSC játékos 2 perces büntetés. Ember előnyben ismét a DVSC 7-4, Dörnerné, Kádárné, Kádárné, Szilágyi még elcsípi, most be kapufa, nincs Mázlin, kipattan, és Szántó annak. Nincs Mázlin, de van Mázlin, pontosabban van egy Szántó annak, aki szemfüles, megfogja a kapufáról kipattant labdát, és 8-4-re növeli a DVSC előnyét. Nem szabad egy másodpercre sem kihagyni, kedves nézőink. Keményen kell fogni ezt a meccset. 8-4, 4 góllal vezetünk, amikor az óra szerint 16,5 perc van az első félidőből. Ember hátrányban a románok, Kozma másodjára ül a kis padon, vagy előtt, nem tudom. A Duka már ült, azt hiszem, hogy Kozma először. Na mindegy, ember előnyben vagyunk. Horga 17-essel, vele szabálytalankodnak. Gyeláru. Gyeláru. Nishipeanuhoz nem jut el Horga átadása. Gyeláru. Gyeláru, de középre Dukának. Megfogja Tóth Ildit, megint 7 méteres. Belül védekezésről. Hát nem igaz. Hát nem igaz, nem. Na. Hát nem volt belül védekezés, persze majd megnézzük a visszajátszást. 8-4, és bedobja. Kegyetlenül a 11-es Gyeláru, 8-5. Megint ember hátrányból kapunk volt. 8 másodperc, még Kozma büntetése, és 8-5-re vezetünk. Szóval ezek azok a gólok, az 5-ből 4-7-es dobtak a románok. Hát nem igaz, hogy nem lehet ezt elkerülni. Kozma bejött, majdnem elcsípte a labdát. Dörnerné, és Dörnerné, 9-5, 9-5, Dörnerné, Csapó Erika a harmadik gólját dobja, mintha hallotta volna, amit mondtam az elején. Bravo Erika, 9-5, ismét kapuscsere, Rupa helyett beáll a másik kapus a románoktól. Azért nem tudom, hogy ki, mert nekem nem írták föl, hogy ki a csere kapus, és nem látom, hogy Hanyassal játszik.
Na mindegy, hát kapus, nem rupavéd. 9-5, 1-1-ben létszám miatt, tehát, és igen, hát ez persze, hát ez lépés, meg elejti, meg minden. Szunyog egy gyors indítás! És hát szerencsénk van, jaj de dühös Kádárné, szerencsénk van, mert Szunyog át akarta ejteni a kapus fölött a labdát, de szerencsére nem a kapus ért bele utoljára, hanem egy mezőnyjátékos, ezért sarokdobás Szántó Dörnerné, Kádárné, Szilágyinak. Szilágyinak, és a feje fölött, hát nem igaz. Becsület szavamra én nem tudnám ezt megcsinálni. Más kérdés, hogy nem is vagyok világválogatott kézilabdás, de amikor fogja a román kapus a rövidet, és Szilágyi a feje fölött dobja el a labdát, hát nem, szóval ez már becsületsértés. Ezt a magyar büntető törvénykönyv 231. paragrafusa 2 évig bünteti, de Szilágyit nem büntetik. Imádjuk, szeretjük, 10-5-re vezetünk, 14 perc az első fél időből. Bravo lányok! Egy másodpercre sem szabad kiengedni, 17-essel a román lány bejátszott volna Kozmánok. Keláru, Keláru, és Szilágyi elcsípi a labdát, bravo, bravo, előre Szunyognak, és mit mutat a játékvezető? Azt mutatja, hogy lépéshiba, szabad dobás a románoknak. Gyerünk vissza gyorsan, lányok, nem baj, marad a 10-5, áll az óra, és most indul. Igen, tehát nem lépéshiba volt, hanem Szilágyi szerelését vélték szabálytalannak, ezért visszarendelték a labdát a szovjet játékvezetők. 10-5, és az 5 román gólból 4 hétméteresből született. Hát, drága moszkvai, vagy nem tudom hova való játékvezetők. Mellé dobja, hál' Istennek, horga mellé dobja. Nem, ez sportszerűtlen kijelentés, de hát mi most debreceniek vagyunk, és ide szurkolunk Rádinné. Nem fújnak. Most igen, amikor Kozma elviszi Dörnerné elől a labdát, akkor fújnak, mert Kozma szabálytalan volt. Nem kell kapkodni, lányok, hát 5 góllal vezetünk. Szántó, Dörnerné, de középre Rádinnének. De nem tudja megkapni a labdát Kótróta. Szabad dobás. Hát 3,5 ezer ember üvölt, és Csapó Erika lövését most véd a román kapus, ez nálunk marad a labda, mert oldalbedobás. Egy kicsit megfontoltabban Erika, Kádárnyhoz mélyen hátra Szántó. Szántó! Bal oldalról! Bal egy vagy bal kettő, nem inkább bal másfélről. Szántó Anna 8 méterről elengedte, és már 11-5. Bravo Anna, 12 perc van hátra, 6 góllal vezet a DVSC, bírni kell, még 41 percig kell bírni ezt az inomot. Azért, hogy április 28-án megfelelő előnnyel utazzanak a lányok Jasiba, szabad dobás a románoknak. Kozma, most a 14-es, Kirkánt állt be új játékos a beállós helyére, Nisipeánu. Dörnerné közben bent szaladgál, hál' Istennek nem veszik észre, Kirkán, Kozma, Kirkán most a beállós, Kozma kijött, Keláru, nem jut el Kozma, az két beállóssal próbálkoznak a románok, tehát drága román lányok, hát 2 hetest úgy adnak egyszerre, Tomuleak elmegy, és Vétót ildi. Szóval ott tartottam, hogy hiába van két beállós, 2 hetest egyszerre úgy adnak. Meg az már különben is 14. Tóth Ildi védett, Kádárné, Szilágyi, nem tud befordulni. Okosan hátra játszik. Ne kapkodjunk, gyereket. Szántó, Dörnerné, Kádárné. Szabálytalankodnak vele, ha még 40 centit, de legalább 43-at bemegy, akkor ez már 7-es. Szilágyi. Igen, hát ez érezhető volt, hogy nem megy be, de szerencsére. Hát nem szerencsére, mert a románok dobnak be, tudnék, Szilágyi kapufára dobta a labdát. Marad a 11-5-ös DVSC vezetés. Keláru, Kozma. Keláru, Tomuleák. Buka, Szunyoggal birkózik. Kozma, Keláru,
és most megy megint hetes, hát persze. Kozma, hát nem igaz, hogy nem lehet ezt a lányt kívülmet fogni. Ötödik hetes dobják, a 11-es Kelárus. Fog meg már Ildi, nem fogja, hát persze, nem hetes. Ezt csak ki lehet hagyni, szóval Ildikó különben is nagyon jó formában védett, ne legyünk maximalisták. 11-6, jó ez a román beállós lány. 11-6. És 9,5 perc az első fél időből. Örnerdé, Szántó, Szunyog, Szilágyi középről. Igen, hát ez gyenge volt, Kati. És most hova ítélnek? Nekünk szerencsére szabad dobást, mert Szilágyi erőszakos volt, és kiharcolt egy szabad dobást. Azért innen nem szabad Kati rádobni megfontolás nélkül. 11-6 ide, és mi támadunk Kádárné? Hát nem kell mindent eldobni, lányok. Nem kell mindent eldobni, azért ennél jobb ez a román kapus. Duka. Duka egyedül be, egy ejtés, és fölé ment, de ha bemegy, akkor se gól, mert Duka ellépte. 11-6, Szántó, Kádárné, hát nem lehet, hát ez Szilágyi szög, és nem játszotta be középre. 11-6, hát most egy kis holdpont. Ezt kéne kijátszani, 15-össel Kozma be fogja dobni, úgyis van, 11-7. Gyors két gólt kaptunk, mikor nekünk kellett volna két gólt dobni. 6 gólos előnyünk 4-re csökkent. 11-7. 11-7, 8 perc az első félidőből, 4 góllal vezetünk. Jó lenne 6-7 gól előnnyel fordulni, és nem ezt a 4 gólt leadni. Kádárné, Szunyog, Szántó, kapufa, gyere vissza Szántó, nagyon jó, saját labdáját csípi el. Kádárné, ezen a holdponton a túljut a csapat szabad dobás, akkor nem lehet gond. Rádinné, keményen védekeznek a románok, Dörnerné, be középre, szabad dobás. Dörnerné most fogja bedobni, most mellé. Mellé dobja Erika, de mit mutat a játékvezető? Azt mutatja, hogy szabad dobás, mert csapónak fogták a csuklóját. Dörnerné, Szántó, nem megy be. Ez egy rossz bejátszás. A 11-es Kelárut teszi fel a kezét, ha jól látom, ő szabálytalankodott. Igen, Dörnerné, nem gól. Szabad dobás. Már belefújtak. Dörnerné, Kádárné birkózik. Tényleg jól védekeznek a kékek. Szunyog, Rádinné, hetes, úgy is van. Tóth Rózsa zicserben volt, és jön Büntes Joli, mert most már nem is tudom, hogy nevezni, Bojtor Joli. Egy hetes már bedobott, be kellene a másikat is dobni. Farkas szemet néz a román kapussal, Bojtor Joli 11-7, jobbal most, és a kapus feje fölött 12-7, ismét 5 gól, amikor 6,5 perc az első fél időből. Bravo Joli! Tomulea, Duka, elárul a ilyen Szunyog, vagy Dukára jött ki, nem is tudom, de mind a kettőt nézik. Duka, Kozma, ez akár belemenés is lehetett volna. A 14-es Kirkán, Kelárus, Duka, Kozma, ellépte, úgy is van, meg ellépett, lényeg, hogy lépett, szabad dobás nekünk. Kádárné, Tóth Rózsa, Kádárné! Meg is bocsátottam Kádárnének a két eladott labdáját. 13-7, ismét 6 gól az előnyünk. Bravo lányok, remélem túl vagyunk a kritikus holdponton. 13-7, Kozmának magyaráz valamit a román edző az oldalvonal mellett. És jönnek a románok, 13 perc, vagy 13-7, mit beszélek én, 5 perc az első fél időből. Kozma megkapta a taktikai utasítást.
Hősi Peánu, ne engedd el. Megint hetes. Megint hetes. Megint hetes. Na jó. Hát most már kimondom, nem volt ez hetes. Tisztainé jön be Tóth Ildi helyett. Hát nem, 5 vagy 6 hetes dobtak eddig a románok. Egyet kihagytak, mellé dobták. Keláru, Tisztainé, Keláru, és bedobja Keláru. 13-8. Hát ennyi 7 méteres. Hát ennyit egy fél időben 3 csapat nem kap. Na jó, hát jogos is valamennyi, majdnem. De hát ez viszont a DVSC taktikai szabálytalan, a taktikai hibája, hogy nem tudjuk megfogni a román lányokat. Időközben Szilágyi kinyomják a labda alól, csak szabad dobás. Szilágyi 13-8-nál, 4-11 a hátra lévő az első fél időből. És most jön a súrolás, a törlés, mert izzadság cseppek jelentek meg a padlón. Száraz rongyal kell törölni, nehogy baleset, nehogy sérülés legyen ezen a linoleumon. Az az igazság, hogy van, aki szereti ezt a zöld PVC vagy műanyag borítást, de orvosok esküsznek rá, hogy nem igazán jó, mert könnyen leragad a lába a játékosoknak. Hát reméljük, hogy nem így lesz. Szabad dobás, ismét mi jövünk előre. Kádárné, Kádárné, és megfogja a kapus lábbal. A lábára dobta. Kádárné nagy hiba százalékkal dob. 13-8, jönnek előre a románok. Duka, Duka, és Tóth Ildi lábbal a 13-9. Megint 4 góllal. Megint mi kaptunk 2 gólt. 13-9. És jön Nagy Zsuzsa Kádárné helyett. 13-9, 3-30 a hátra lévő az első félidőből. Dörnerné bemegy, fölé, de fogták a kezét. 13-9, nekünk kellene most gólokat dobni, és nem a románoknak. Dörnerné, kapufa, kipattan, gyere Zsuzsa, gyere Zsuzsa! Hát nem tudja elcsípni a labdát, nem tudja, mi hozzuk fel a románokat. Szántó elcsípi, egy gyors indítás, gyere Szilágyi, dobd be Kati! Óriási zicser. Óriási zicser, hát nem tudok mit mondani, 13-9. Azt mondtam az előbb, hogy mi hozzuk fel a románokat. Hát ez így is van, 3 perc, szűk 3 perc az első fél időből. 4 góllal vezetünk, nem elég lányok, nem elég. Kozma, Keláru. Csak most ne dobjanak gólt, áll az óra. Áll az óra, mert Szúnyognak kiebb kell jönni a büntető területről. Persze, hát ez így is van rendjén. És közben magyaráz a szovjet játékvezető, a 15-ös Kozmának. Csak azt nem tudom, hogy Kozma tud oroszul, vagy a játékvezető Kiaskó tud románul, vagy esetleg mind a kettő beszél magyarul. Na mindegy, megértették egymást. Rendben van, elcsípte Szúnyog, és Kati Szilágyi. Jajaj, Nishi Peánu be fog menni, és be is dobta, 13-10. Ahelyett, hogy mi vezetnénk 6 góllal, ahelyett a románok dobnak 3-at. Na jó van, hát ezt a 2 percet ússzuk meg most már gól nélkül. Mi dobjunk egyet legalább, és ne dobjanak a románok egyet sem. Szilágyi, nem kell elkeseredni lányok, van még egy második félidő, Rádinné, Nagy Zsuzsa. Szilágyi, most dobja be Kati, úgy is van, 14-10, rendben van Kati, rendben van Sisi, hát ez visszaadja az önbizalmát, nem szabad letörni. Szilágyi Kati hajlamos arra, ha egy-két zicser labdája nem megy be, akkor elbátortalanodik, de hát a mai meccsen nem lehet bátortalan. Ez a sporttal együtt jár, ez ezzel a feszültséggel, ezzel a hírikkel, hogy egy-két zicsert kihagyunk. 14-10, másfél perc van hátra, ezt kellene kihúzni, kapkodti gól nélkül. Kozma, ne engedjük be! Kirkán, vissza Kozmának. Tomulea, Keláru, elcsípi Sisi, Szúnyog, most dob be Kati, most dob be Szilágyi Kati, hát persze 15-10, egy perc van hátra, 15-10, ezt ússzuk meg gól nélkül, most a 11-es Keláru hívja ki a román edző,
Szilágyi, most őt látják a képernyőn. Bravo, Kati, mindent megbocsátok. 15-10. 15-10. Gyerünk, lányok, 42 másodperc a hátralévő idő az első félidőben, ne kapjunk gólt. Tomoleát, ki se tudom mondani a nevét. Duka, Kelárunak, Kelárun, ne engedjétek be, Duka, rá fogja dobni. Tóth Ildi nagyszerűen véd, és befele mutat. Hát miért? Hát mitől befele? Drága szovjet játékvezetők, hát akkor befele, hogy Kádányi szabálytalankodott. Jó, rendben. 16 másodperc, húzzuk ki, lányok, 15-10-re vezetünk, és mi kezdjük a második félidőt, Kelárun. Húzzuk ki, állítsd meg Dukát, úgyis van, állítsuk meg. 4 másodperc, 3, 2, 1, 1, időn túl, vége, és nem lesz időn túl. 15-10-re vezet tehát az első félidőben a DVSC, kedves nézőink, egy olyan mérkőzésen, ahol úgy érzem, hogy igazán nem merik hozni a formájukat a lányok, de 5 gól előnnyel fordulnak, ők kezdik a második félidőt, és ha ugyanennyi előnyt szereznek a második 30 percen, úgy gondolom, hogy én is, önök is meg lesznek elégedve. 10 perc múlva találkozunk, viszontlátásra. Tehát az eredmény, kedves nézőink, és kezdődik a második félidő. A DVSC kezdi a játékot. Hát nem tudom, önök végignézték az első 30 percet, az a benyomásom, hogy egy egészen icipicit, mintha visszafogottabban játszana a Loki, mint a 30 percen keresztül próbálta volna kideríteni a Jasi gyengéjét. Hát kérem szépen, a Jasi gyengéje lenne természetesen, ha meg tudnánk fogni a két beállóst, a 15-ös Kozmát és a 14-es Kirkánt. Természetesen a jobb szélső Nisipeánu is nagyon jó játékos, ő 5-össel játszik. És ha jól számoltam, akkor a 10 román dobott gólból 7-es, azaz 7 darab 7-esből, büntetőből született. És ezt a 7 büntetőt, pontosabban 8 volt, egyet kihagytak, ezt a 8 büntetőt minden esetben a két beállós harcolta ki, tehát őket kellene valahogy jobban megfogni. Hát nem tudom, hogy Komáromi Ákos még egy utolsó taktikai utasítást ad a lányoknak, Rádinnénak, várjuk a játékvezetőket. Mondat még a két bíróról. Nem tudom önöknek mi a véleménye, hogyan vezetik. Érzésem szerint korrektül vezetnek a szovjet játékvezetők, viszont mindent befújnak. Ami szabálytalan, ami 7 méteres, azt befújják. Elképzelhető, hogy másik bíró nem adott volna 8-7-est, hanem mondjuk csak 4-et, de hát mindegy. Minden belezúg a tömeg. Szilágyi Kati a kispadnál beszélgetett Pusztainéval és Medgyesinével. Vidám a hangulat, úgy láttam, legalábbis nem elkeserítő, de hát nincs is ok szomorúságra. 5 góllal vezetünk, még 5-öt kellene dobni, mondom én telhetetlenül. Komáromi Ákos még mindig középen, nagyon ideges, Rádinnénak magyaráz. Ha jól látom, akkor Nagy Zsuzsa fogja kezdeni a második félidőt. Játékvezetők még sehol, és azért nincsenek játékvezetők, hogy a Telesport 6 órakor bekapcsolódott, hiszen önök már felvételről látják ezt a mérkőzést az adásba, hogy minél többet tudjanak látni a televízió nézők élő egyenesben is a mérkőzésből, tehát egy néhány perccel később kezdődik a második félidő. Itt vannak már a szovjetek, Kiaskó és Kisziljev. Még egy utolsó egyeztetés a zsűriasztallal. És mindjárt indul a mérkőzés, mi kezdjük a DVSC, kezdi majd a mérkőzés. Mokkánu van a kapuban, a másik kapus, ha jól láttam. De elnézést kérek, ha nem úgy hívják. Egy utolsó igazítás, a sípon a játékvezető zsebén, megnézi, hogy megvan neki a sárga lapok. Középen a labda, a Rádinnénál. És Nagy Zsuzsa van a pályán, az első félidői kezdő csapathoz képest nincs változás. Kádárné, Nagy Zsuzsa csere, mindössze ennyi. Mire várunk még? Várunk még a zsűri asztalnál ülő Tajzs Istvánra, aki ellenőrként tevékenykedik a mai mérkőzésen. Most ül le,
Tajs Pista, aki egyébként debreceni és játékvezető, feltette a kezét. Indul az óra, indul a játék, és indulnak a piros-fehér lokis lányok. Gyerünk, lányok! Szilágyit lerántják, nincs szabad dobás. Szántó, ez súnya. Ez akár megérne két percet, de nincs két perc, csak szabad dobás. Dörnerné, Dörnerné, fölé. Még be is intette a cselt, Erika is fölé dobta, hát. Na jó, hát majd be is fog ez menni. Jönnek a románok, Duka, Horga, Kelaru, Tomulea, Kelaru. Kozma már ott hiaskodik, most kapta volna a labdát, de szerencsére nem jutott el hozzá. 15-10 tehát a DVSC javára. Kelaru, Nishikeanu, Kelaru. Kelaru, be fog menni, nem megy be. És bedobja, sajnos bedobja Tomuleát. 15-11 az első gólja a román balszélső kislánynak. Mi kezdtünk, ahelyett, hogy mi dobtunk volna gólt. 15-11. Na gyerünk, lányok, kik vagyunk le, egy egész picit lehetne nagyobb tempót diktálni. Hát nem igaz, hogy ezek a románok nem fáradnak el egyszer. Szántó, Szilágyi, Nagy Zsuzsa, bocsánat. Ő játszott be Dörnernének, de szabálytalan. Nagy Zsuzsa, ne dobd el, Zsuzsi. Dörnerné, Dörnerné. Ez szabad dobás. Erika szinte érezte, tudta szerintem, hogy nem fog bemenni a labda a hálóba, de bement, de szabad dobást kiharcolt. Mármint Csapó Erika ment a Szántó. Nagy Zsuzsa. Zsuzsa nem mert bemenni. Szilágyi, Szilágyi. Kapufa. Kapufa. 15-11. Megint kihagytunk két ütszert, két támadás. Kádárné, Nagy Zsuzsa csere, Kelaru. Dörnerné, Dörnerné, előre, azaz, szunyog, gyerünk hajni, bedobta, jól van, 16-11. Megfogtuk a román támadást, Dörnerné nagyszerűen nyitott az előtt tartózkodó szunyogot, és bedobta a labdát. 16-11. Nem Mokánó a kapus, hanem Krakana, ha minden igaz. Na mindegy, 16-11, Kelaru, Horga, ne engedd el, úgy is van. Azt hittem, el tud menni Rádinné mellett. 16-11, önök most lassítva látják szunyog gólját. És nézzük, mellé, 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 mellé. Szerencsére mellé dobta a román kislánya labdát, Kádárné, Dörnerné. Dörnerné, nagyszerű, 17-11, 6 góllal vezetés, gyönyörű gólt, Kádárné, Dörnerné, bal oldalról, bemen, és eldobtak Rakána mellett a labdát, 17-11, 6 góllal vezetünk, volt már kétszer is az első fél időben, hogy 6 góllal vezetünk, de akkor mindig felzárkóztak a románok, most kellene jobban vigyázni a román lányokra. Kelaru, Duka, Duka. Ó, de nagy átlövés volt. Laposan. 17-12. 5 gólt. Bejön 17-essel ismét Horga védekezni. Szántó. Rádinné. Dörnerné. Ez csúnya volt. Kozmával szemben. Tehát Kozma volt a szabálytalan. Amikor Csapó Erika fölugrott, akkor szabálytalankodott Kozma, áll az óra, ő fájlalja a gyomrát, a derekát. Bejött a román orvos, bent a román edző is. Szerencsére nincs baj a Kozmának. Egyébként sportszerű a meccs, kedves nézőik, gondolom önök is tapasztalják. Lesz ő Loki Zúga, B közép, meg az egész csarnok, Nagy Zsuzsa. Nagy Zsuzsa. Szántó, Szántó. 18-12, megint 6 gól. Szántó körbenézett először, hogy tudja valakinek adni a labdát, aztán egy
Ekströmnyi rés támad a román kapu előtt. Ő betört és bedobta. 18-12. Fogjuk már meg a románokat. 15-össel Kozma nem tud befordulni. Most jobban vigyázzál Kádárné és Rádinné. Keláru. Kozma. A Horga, bocsánat. Horga rá fogja dobni. Sarokdobás. Jól blokkoltak a lányok. Ismét itt látják a Szántó gólját. Tessenek megnézni, hogy bemegy középre, és eldobja a román kapus mellett. Időközben tüntet a közönség, passzívat fúj. Eldobták a sarokdobást a románok. 17-es játékosnál a labda, nem tud bejátszani Horga. Szabálytalankodnak vele a lányok. Tuká, Cseláru, Horga. Nem kell elengedni, nem kell beengedni. Gyere, Ildikó, úgy is van, úgy is van, úgy is van. Kádárné, Szunyog, Szunyog, be fog menni. Belefújtak, szerencsére belefújtak, mondom én, mert Szunyog kivárt, és már nem volt helye eldobni a labdát. 18-12, visszajött Adzsuzsa. Szunyog, Szántó Anna, Szántó mellé. Mellé dobta Anna a labdát, nem figyelt eléggé, nyomták is, szemreányon néz a játékvezetőre, 17-esen Horga, blokkol a debreceni fal, és Tóth Ildinél, ne dobd el, nagyon messze Ildikó, csak BVSC kézhez, Rádinné, Rádinné, Kádárné, hova dobod, Ica? Miért nem figyelsz, Ica? Hát mi hozzuk fel a románokat? Kozma, megfogják, így is van. Nem kellene idegeskedni, nem kellene idegeskedni, hát 6 góllal vezetünk. Kozma. 14-ese visszállt Kirkán. Kozma. Kirkán a másik beálló. Tuka. Kozma. Keláru. Keláru rádobja, fog meg Szunyi, ne meg. Egyedül megy Szilágyi előre, dob be Kati, kapufára dobja. A második ilyen zicsert adja ki Szilágyi Kati. Húha! A második zicser. Na jó, 18-12. Már lehetne 20 is. De hát ezért szép ez a sportág, ezért jók a debreceni lányok, mert remélem, hogy megverik a csapatot. Nem hetes, na azért mondom. Szóval remélem, megverik kellőképp ezt a román Teromjasi csapatát, elég lesz az előny majd a visszavágóra, de hát valljuk meg őszintén, 2-3 igazi nagy viccert már kihagytunk. Keláru nem tud elmenni, és belemenés. Így is van, szabad dobás nekünk, Kádárné. Szántó, nyugodtan lányok, Szántó. Ráütnek a kezére. 22 perc még a mérkőzésből, 18-12. Lemegy Kádárné, jön Nagy Zsuzsa. Szabad dobás, Szunyoggal szemben szabálytalankodnak. 6 gól az előnyük. Még-még kell, lányok, még-még megnyugtató előny kell. Jasiban, Szunyog, ez az Hajni, 19-12, ez az Hajni. Idegbeteggé kell tenni a román kapus. Komárom Jákos is mutogat. Azt mutatja, hogy jobban vigyázzunk a védekezésre. 19-12. Fogjuk már meg a kékeket. Hát fogjuk már meg. Alézik a közönség. Keláru. Keláru. Körbenéz. Nem tudja kinek adni. Most jobban védekezünk. Nisipeánu. Keláru. Keláru bemegy. Ez az. Jól van. Nem hetes. Nem hetes. Mindössze szerényen összezártak előtte. Így kell, lányok. Gyerünk. Gyerünk. Duka. Duka felemeli a lábát, amikor megy. Komárom Jákos ideges ám, akármennyire nem látszik a képernyőn. Kirkán. Keláru. Ez már passzív is lehetne. És most fújt a játékvezető, már mielőtt eldobta a román kislány a labdát, passzívat fújt. Mi jövünk előre, 7 góllal vezetünk. Gyerünk, lányok, gólig. Rádinné. Bírjuk-e? Bírják elővel. Rádinné. Zicser.
Zitzer, de nem tudják megfogni oldalbedobást. Hát az Zitzereket azért tisztességgel kihagyjuk. Na jó van, 19-12. Szúnyog. Rádinné, és a másik Zitzer bedobja. Lefordul, és 20-12. 20-12, amikor 20 perc van hátra. 20-12, gyönyörű volt, 8 góllal vezetünk, 5-tel fordultunk, 5 gól előnnyel. Gyerünk, lányok, keményen fogjuk meg ezt a teromjasi csapatát. Azt hiszem 8-adjára mondom, biztos elmondom még háromszor. 20-12, Kelárunak rájut a kezére szűnök. Horga, Kisipeán, ne engedd el azra. Horga, bedobás. Tomulejához azért nem jutott el a labda. Horga rá fogja dobni. Jól blokkol a fal. És Tóth Ildi már nem tudja megfogni. Sarokdobás. Tomulea. Kelláru. Kozma. Horga. Most Dukament beállózva. Megint Kozma. Megint nem igaz. Hát ez nem volt hetes. Kozma, ha már csak megmozdul a vonalnál, rögtön hetest adnak. 8 vagy 9. hetes, nem tudom. Hát ezt meg kell már fogni. Hát. Kapufa, kihagyják a románok, és most sajnos bedobják. Kapufáról kipattant a labda, nem volt szerencsénk. Oda pattant a kettes, Tomuleákhoz, és ő bedobja. 20-13, 7 gól az előnyünk. 18 perc van hátra, 20-13, tartsuk meg a hetet, legalább lányok, legalább, most már 8, azért vártam ki, mert nem tudtam, hogy Szilágyi mit csinál, Szilágyi pedig azt csinálta, ami ilyenkor a kötelessége, bement és bevarta a 21-et, ez nyerőszám, nem vagyok babonás, de most annak kell lenni, 21 nekünk, 13 a románoknak, hát két olyan szám, ami felrogosít arra, hogy na nem mondok semmit. 8 góllal vezetünk, 21, tessenek megjegyezni, ide 13, oda. Kelláru. Most látják Szilágyi gólját egyébként. Kozma megint viaskodik, Kelláru bemegy, és bedobja. 21-14, amíg önök Szilágyi gólját nézték. 21-14. 7 gól az előny. Ad vissza Zúga, bél közé. Szunyog. Ez nem hetes. Ez nem hetes drága, fiaskó, kiszíljel, sportárs gól, dehogy nem. Na, azért mondom, és jön Bojtor. Szóval ezek minden hetes megadnak. Persze, itt a szünetben beszélgettem a szurkolókkal, meg a szakemberekkel, szóval jogos is volt az a jó néhány hetes, amit kaptunk. Nem tudtuk a két beállóst megfogni. Bojtor, topog a kapus, Bojtor, és jó van, ez az Joli. Ilyen gólt már kapott Tóth Ildi az első fél időben, ha visszatetszenek emlékezni. De hát Bojtor legalább olyan fizikás, mint Duka, mert annak idején ő dobta egy jó fél órával ezelőtt, és már 22-14, megint 8 gól. Bravo, Joli, bravo, lányok! Hát fogjuk már meg ezt a kék csapatot, most leszem 9-en, kérem mondom. Kelláru, bal szélre. Horga, és passzív, nem, marad a románoknál, Horga, ez viszont szabad dobás, Horga áll az óra, mert a románok nem hallották a bírói sípszót, szabad dobás nekik jogosan. 17 perc a mérkőzésből, 22-14-re vezetünk, szabad dobás, Horga, jó ez az irányító lány is. Kelláru, a kezére ütnek, de tovább megy a labda, Nisipeánu, Horga. Hormos, jól védekezünk. Olyan de nagy birkózás van ott. Olyan de nagy pokoszkodás, valaki kimegy 2 percre tőlünk. Az az érzésem, mint ha úgy láttam volna, hogy játékvezetők kifele intett. Nem, szerencsére nem. Hál' Istennek rosszul láttam. Nisipeánu, Kelláru, Horga. De középre, ne engedd be, Rozi. Tehát most már vigyázzunk, hogy ne ők kiküldjék Tóth Rózsát. Dukát fogták meg.
Keláru. Most fogja bejátszani. Bevitte, nem igaz! Na ez nem igaz! Ez nem igaz! Nem kell bedobálni, valaki bedobott egy számítógép szalagot. Lezen volt ez, hát bevitte a beállós gyerek, hát bevitte az évért Keláru, és bedobja. 22-15 ezzel. 22-15. Esküszöm, az úttörők volt 12 pontjára, vagy hány pontjuk volt, mit tudom én, hogy nem volt. Hát ez nem volt hetes. Most tessenek majd visszanézni, ha a fiúk visszajátszák, kollégáik. Hát belemenés volt, bevitte, begyömöszölte a DVSC lány, a román beálló. Gyönyörű! Csak hát az igaz, hogy Szilágyi nem tudta már megfogni a labdát. 7 gól az előnyünk, most nem szabad elengedni. Igen, itt a bejátszás, és itt a 7 méteres is. Hát szóval belementek. Most nagyon jó! Menj, Rozi! Elcsípte a labdát! Fektesd el a kaput! Ejzsdát! Hát persze, jól van! 23-15! 25, nagyon szép volt! Egy gyönyörű szerelés! Ami szakadottunk nál! Elcsípik a labdát, Szúnyog elcsípte, indítja Tóth Rózsát, és ismét 8 gól az előnyünk. Szűk 15 perc van hátra, ismét 8 gól az előnyünk, 23-15. Keláru. Minden labda őt találja meg. Tuka forgolódik, Tóth Ildi véd, de hiába, mert szabad dobás. Szóval meg kéne fogni a két beállós. Ezt mondtam már? Lehet. Na nem érdekes. Mondtam 9-szer. Keláru. Új, de bement. Új, de elment. 7-es. Ez az is volt. Hát ez az volt. Na. Kádárné. Az volt. Nem kell tiltakozni. Na most tessenek megfigyelni. Véleményem szerint ezt a labdát fogja megfogni Tóth Ildi. Szóval ne adjanak a véleményemre. Ez is egy profi csapatám. 23-16. Az első fél időben 5 góllal fordultunk, most 7-tel vezetünk. Szilágyi megfogja Tomulert. Szóval a második fél időben eddig csak 2 gól előtt sikerült szerezni, de van hátra 13,5 perc a meccsből. Szúnyog. Szántó, be fog menni Anna, és be is dobja! Be is dobja! Jaj, de gyönyörűen a rövidbe! Hogy ment ez be? Hát hogy ment? Mutassuk meg, gyerekek, ha megtudjuk még egyszer, mert ezt, hát ezt nem is láttam. Bravo, Anna! Nem hiába lett Európa válogatott. 24-16, megint 8 gól. Szántó Anna, Európa válogatott. Románok. Fogja Tóth Ildi. Ne dobd el! Tóth Rózsa! Dörnerné, gyerünk, Erika! Kihagyta, Szántó megfogja. Viszont Dörnerné még bent van a büntető területen belül. És 2 percre kiküldi a 11-es Keláru. Véleményem szerint a Kozma után, a 15-ös Kozma után a legjobb román játékost, a kiváló irányítót, mégpedig azért, mert nagyon csúnyán letagolzta Dörnernét. Ismét Szántó Annának köszönhetjük ezt, hogy most támadásban maradunk. 24-16, ember előnybe vagyunk. Ember előnybe vagyunk. Kétszer a románok már hátrányból dobtak volt, hát most nem szabad. Na, lányok, hát most nem, most nekünk kell dobni 2-t. Vagy Zsuzsa, ne ügyetlenkedj, Zsuzsa. Szilágyi! Ez mi volt? Ez mi volt? Ez semmi nem volt, itt a bíró, az ötös játékos megint emberhátrányból, Nisita Ánó bedobja. Emberhátrányból kapunk volt. Egy rossz játékos, egy rossz passz volt Szilágyi felé, ő nem tudta megszerezni. Indítottak, leindítottak bennünket, és 24-17. 7 góllal vezetünk, és ember előnyben vagyunk még több mint 1 percig. Dörnerné. Szilágyi, Nagy Zsuzsa, Dörnerné, Tacs, szerencsére, Szántó, Dörnerné, Nagy Zsuzsa, Szántó, megfogja a kapus, a kínait, megfogja a kapus a kínai, ebben nehogy 2 perc legyen, Anna, mert ezért már román kislány küldtek ki, 24-17, ember hátrányban még a románok, Orga, Keláru ül a büntetőpadon.
a közönség pedig szűnni nem akaró biztatással tombol, üvöl, 17-essel blokkolják a lövést, és Tókildi megfogja Kozma lövését, 7-es tag. Hát ez is 7-es. Nem, csak szabad dobás. Tehát nem értem, hogy miért. Hát... Na jó. Kuka. Szúnyog elcsípi. Á, Szántónak. Szántó, Anna az ittszerbe vagy. Hát te nem szoktál hibázni. Hát persze, hogy nem, ilyenkor. Azt hiszem a harmadik gól, amit a kapus feje felett, az időközben ismét visszaállt, Rupa feje felett behelytenek, megint 8 góllal vezetünk. Hát ezt legalább, ezt a 8-at tartsuk meg, gyerekek. Hátralévő idő 10 perc. Mindent belezúg a tömeg. Visszajött Kelláru, kiegészült a román csapat. Hú, de nagy átlövés volt Tóth Ildi lába alatt. A 17-es horga. 25-18. Szántó, hova indult ilyen gyorsan Anna? Meg kell várni a többieket, így is van. Szilágyi, rossz bejátszás, de azért meg Kádárnénak fogták a kezét. Rupa, a kapus adja az irányít, az utasításokat. Önök látták az előbb a visszajátszást. Szilágyi, viaskodik. Akár ez is lehetne 7-es. Ezért már Kozma kapott egyszer ilyet. Egyszer, 8-szor. Szántó. Nagy Zsuzsa. Rádinné. Nem 7-es. Belépett, azt mutatja a játékvezető. Ezt kéne megfogni. De nem lehet. Leindítottak bennünket. És Tomulák bedobja. 25-19. Itt pedig Szilágyi. Kozárat nem adta meg a bíró, nem adta meg a román gólt a bíró. 26-18, nem adta meg a román gólt, én láttam rosszul. 26-18, 8 góllal vezetünk át, Komáromi Ákos nyugodtan ül a padon, de belül borzalmas ideges lehet. 26-18, a gyors indítás után. Már én sem tudom sokszor, mint beszélek, annyira izgulok, gondolom önök is, kedves nézőink. Kelláru be Kozmának, szabad dobás. 8 perc a hátralévő időből, 8 perc. 8 góllal vezetünk. Nem tudunk jobban elhúzni, gyerekek, hát jó lenne pedig. Tóth Rózsa viaskodik horgával. Kelláru. Hogy de szerencséjük van, hogy de szerethetek. Nem, 7-es. 7-es. Hát ez minden, hát nem igaz. Hát ez nem igaz. Áll az óra. Nem marad a román 2-es, Tomuleák. Kozma pedig készülődik a büntetőhöz. Nem tudom, na. Kozmát ápolják, ott Tóth Ildikó kapuja előtt. Nézzük meg még egyszer, hogy mi volt ez. Önök most látják lassításban, hogy volt-e 7 méteres. Szóval egyezünk meg abba, hogy akkor most 7 méteres következik. Tetszetek látni. Hát igen, kérem. Jó csapat ez a román csapat. Mi meg egy kicsit többet szabálytalankodunk, ha kelleténél. Szóval 7-es volt, na el kell ismeri tárgyilagosan. Tomu Lelkos lesántikál a pályáról. Reméljük, nincs különösebb baj. A jobb lába nem éri a földet, az sérülhetett meg. És vajon kijön a helyére, közben egy törlés. Kelláru fogja 7-es dobni, úgy tűnik, igen, szinte 100%-os biztonsággal értékesítette, talán egyet mellé dobott. Vagy kapu fárad, azt kipattam, hogy bedobtuk. Kelláru, bedobja Tóth Ildi, elvetődik balra, Kelláru jobb oldalra. 26-19, 7 gólat előnyünk. Már ez is jó lenne tulajdonképpen. 7-40 a hátra lévő idő. Szilágyi, fogják. Kirkán jött be, ha jól látom, na majd megnézik. Nagy Zsuzsa,
Santo. Nem gól, sajnos nem gól. Viszont ügyetlenkednek a románok, így oldalbedobás nekünk. Santo. Szúnyog. Szúnyog. Na itt egy gyönyörű gól, majdnő. 27-19. Egy gyönyörű gól volt. Egy gyönyörű kétselt bemutatok. 8 fele szaladt három román játékos. Az egyik meg se akart állni, Jasik, csak az útlevél az öltözőbe maradt. 27-19. Ismét 8 gól. Most tessenek nézni. Közben eldobják a románok a labdát. Szunyi beindul. Egy flick-flak. Gyönyörű, ezt a tornába is díjazzák. És bent van Szunyognál időközben a labda. Rádinné, Dörnerné, egyedül. Felső kapukkal nem tudjuk elcsípni. Duka elcsípi a kipattanót. Duka. 8 gól megint az előnyünk. Keláru. Egy picikét kellene erőteljesebben. Duka megfogja írni. Rendben van. Bravo, Ildikó. Most kell mindent beleadni. 6 perc 20 a hátralévő idő. Santo Anna. 28-19. 9 gólunk van. Mondom, most kell. Gyönyörű volt. Tóth Ildit látják, aki nagyszerűen védett. Santo. Érzésem szerint a magyar csapat legjobbja. Santo az Európa klasszis. A világklasszis, mert hát nagyon nem jegyzik Európán kívül a többi földrészvői kézilabda csapatai. Habár a magyar válogatott legközelebb Brazíliával játszik a C csoportban. Na, nem ez a lényeg, 28-19. 9 gól, Keláru, szétnéz. Fogjuk már meg, lányok, tizedjére mondom. Keláru, hátra Horgának, be fog menni, nem. Horga, passzív. Keláru, most végre passzív, lefújtál. Dörnerné, előre, menjél be Hajni! Persze, hogy nem megy! A hálóba, jaj, de mérges az ötös Misipeánu! 10 góllal vezetünk! Bocsánatot kérek, mea culpa, ha ennyire kiabálok, de nem hallom a saját hangomat sem. Tessenek egy kicsit halkabbra venni a készüléseket, hogyha begerjedünk együtt, akkor üljenek távol a Basszem Rózsa, ő is ezt szokta mondani. Szóval elnézést, a 10 góllal vezetünk, 29-19. És 5 perc van hátra, álljatok föl, és itt föláll mindenki a sportcsarnokban. Minden a zsírkózás van ott. És Kádánék kiküldik 2 perccel. Duka, Kádánék csatából, Duka került, hogy összesen ember előnyben a Jasi. Ember előnyben a Jasi. Duka. Duka. Duka, és megfogja. De hiába fogja meg Szilágyi az átadást, a román bíró visszafújja. Duka. Horga. Horga, beközésre. Nehogy hetes legyen már, nehogy hetes legyen már. Drága bírósportások, nem igaz. Kirkána ütöm a 14-esre. A éden a tombolás van itt. Kirkána. Kirkán, nem Kirkána. Keláru. Ember hátrányban vagyunk. És bedobás, blokkolt Santo. Keláru. Keláru kitette a kezét. Vigyázz, lányok, 50 másodpercig vagyunk még ember hátrányban. Most jól védekezünk, 10 gól az előnyünk, tartsuk meg. 3,5 perc a hátralévő idő. Igen, tartsuk meg a 10 gól, drága lévesztés, lányok. Beközépre, Kozmának nem sikerül, elcsípik a labdát. Ember hátrányban vagyunk, dob be Anna, és bedobja. Santo Anna, fantasztikus, jaj, de mérges Duka, hát én is mérges lennék, de én inkább most örülök. 30-19, 3 perc, 2:56 a hátralévő idő, emberhátrányban vagyunk, végre mi dobtunk volt emberhátrányban. 17-essel Horga, szabálytalanság, 6 másodperc, kupa győztek, zúg a tömeg, hát még hátra van egy Jasi meccs. 11 góllal vezetünk, gyerünk lányok, Horga, ne engedd el, úgy van, ne engedd el, Misipeánus, ne engedd el, Keláru, Keláru, Horgának, Misipeánus, keményen, lányok, keményen, be
középre, lefordult. Hetes. Hát nagyon jó ez a román lány, a Kozma. Nem hiába válogatott. Hetes. Az volt. Hát az volt. Pusztainél a kapuba. Komáromi Ákos integer, hogy esetleges kipattanóra vigyázni kell. Geláró, aki eddig mindent bedobott 7 méteres zöld. De Pusztainak nem dobám be, hát szóval ez már valahol törvényszerű fejbe dobta Erikát. De nincs különösebb baj. Gyönyörű volt. Bravo, Erika. Az idő, az óra áll. 2:11 van. Pusztainé. Oldalbedobással jönnek előre a románok, Pusztainé a földön maradt, és egy kicsit törölni kell ott a büntető területen belül. Ákos, Komáromi, Integet, fogjuk meg a meccset, gondolom mondja. Jönnek előre a románok, 2 perc, 11 másodperc, 30-19, és kiegészültünk. 30-19, gyerünk lányok, gyerünk lányok! 17-es, ez nem 7-es, na azért persze, ez nem is 7-es, Horga hiába indult be. Jó lenne kibekelni ezt a román támadást, 1-54. Új, de jó meccs ez, de jó meccs ez. Jól játszunk most, nem tud befordulni Kirkán szerencsére. Duka, Horga, nehogy 7-es legyen. Szerencsére még időben megfogták Kozmát, 1:30, 30-19. Szép volt lányok, gyönyörű volt lányok, én ezt úgy mondom, Nisipeánu, Geláru 11, Nisipeánu, most fog elmenni. És semmi, hát persze, hogy semmi, hiába csodálkoznak, nem 7-es, ne adjuk el, most már dugjuk el a labdát. Igen, mi jövünk előre, 1 perc, 5 másodperc. Áll az óra, 30-19, dugjuk el a labdát, lányok, ne adjuk el. 11 góllal vezetünk, hát ez fantasztikus, ennek elégnek kell lenni, szúnyog. És Rádiné nem tudja elcsípni. Nem volt, kapuka, de visszapattan a románokhoz, bent van a büntető, 7-es. 2 méteres, 46 másodperc van hátra. Újra egy 7-es, ez az akció onnan indult, hogy Rádiné rosszul játszottak be, és nem tudta elcsípni. Hát érzésem szerint 37 másodpercnél áll az óra, 30-19, ismét Geláru. Hát nem is tudom, mit csinálnék, hogyha ezt a labdát és ezt a 7-est is megfogná Tóth Ildikó. Nem, fogalmam nincs, mit csinálnék, örülnék, meg kiabálnék, ezt bocsássák meg nekem. 30-19-re vezetünk, 37 másodperc van hátra. De ha bedobja, akkor is 10 gól lesz az előnyünk, remélem én. És ennek elégnek kell lenni. Keláru. Drága Keláru, a 11-es. Mihaela Keláru és Tóth Ildikó. A 11-es és a 12-es. Keláru. Fölé dobja. Hát ideges, persze, hogy ideges. Tóth Ildikó, te meg ne dobd el sehova. Tedd el, vidd haza emlékbe. Adod a férjednek, kiváló fogorvos. Rádinné, Szántó. Nem 7-es, 22 másodperc. Kezére ütnek, persze a kezére ütnek a 10-es Dukának, 19-nél áll az idő, áll az óra. 19 másodperc, telhetetlen vagyok, mert vezethetnénk a 12 góllal, de ez is nagyon jó, ezt be kéne fogni, 11 másodperc, 10, fogjátok meg lányok, 30-19, óriási, 3-2, számol a közönség, Duka. Vége a mérkőzésnek, és mit mutat a játékvezető? Azt mutatja a játékvezető, hogy egy időn túl szabad dobás, nem 7 méteres, elszabadul a pokol, várjunk még kedves szurkolók, 30-19, a bal kettő helyéről 7 méteres, bedobálják a B-közép szurkolóit, a szalagokat, a játékvezetők, nem tudom, hogy engedik-e majd eldobni a szabad dobást, Komáromi Ákos is bent van a pályán, felteszi a kezét az egész csapat, és nézzük csak, te kimegy, elmegy, messze megy, össze-vissza megy a labda, a sáncba, a blokkba megy a labda. Kedves nézőink, önök egy fantasztikusan érdekes és izgalmas mérkőzést láttak a kupagyőztesek Európa kupájának első mérkőzését, a negyed döntő első mérkőzését. Hét a döntőbe jutás, már én is köhögök.
és 11 góllal, 30-19-es előnnyel egy 28-án Jasiba a debreceni csapat. Ennek elégnek kell lenni, és remélem, hogy egy hét múlva már a döntőben érezhetik magukat a lányok. Fantasztikus játékkal, nagyszerűen küzdöttek. A tömeg, a B-közép bevonul a pályára, ünnepelnek piros-fehér, piros-fehér zöld zászlókkal. Érzésem szerint a levegőbe dobják, fogják majd dobni Komáromi Ákost. A csapat alig tud bemenni az öltözőbe. Zúga, Ria, Ria, Hungária.